Egy szolnoki horgászboltba tért be két tiszaföldvári lakos. A nő levett a polcról egy pergető orsót, amit a szoknyája alá rejtett. Az eladó látta ezt, ezért az asszony a felszólításra visszaadta az árut. Az eladó később visszanézte a bolt biztonsági kamerájának felvételét, és látta, hogy a nő egy másik orsót is, ami közel 180 ezer forint értékű, a szoknyája alá rejtett, és ezt sikerült eltulajdonítania. Még aznap, a késő délutáni órákban bejelentés érkezett a rendőrségre egy másik szolnoki üzletből, mert a 33 éves férfi és a 39 éves nő magukhoz vettek egy áruvédelmi dobozban elhelyezett mobiltelefont, és megpróbálták azt eltulajdonítani. Ugyanezen a napon egy másik szolnoki boltba is bement a páros, ahol egy áruvédelmi dobozban elhelyezett mobiltelefon készüléket próbáltak meg eltulajdonítani. Először alufóliával betekerték a dobozt, hogy így játsszák ki az áruvédelmi kaput, végül ollóval szedték szét a dobozt, kivették a mobiltelefont, a töltőt és betették a nő szoknyája alá. A biztonsági őr észlelte a jogsértést, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta a párost. A helyszínre érkező rendőrök előállították a szolnoki rendőrkapitányságra a feltételezett elkövetőket, akiket két rendbeli lopásvédség miatt kihallgattak. Mindketten beismerő vallomást tettek.